Kedves vendégeink, az emlékkonferenciát a szakmai kerekasztal beszélgetéssel élőben folytatjuk. Kopp Mária és Skrabski Árpád szellemi öröksége, a Hungarosztadi 2021 kutatás a magyarok közösségének és családjainak lelki egészsége kapcsán folytatjuk a kerekasztal beszélgetéssel. A beszélgetést Székely András, a Kincs tudományos főmunkatársa moderálja. A kerekasztal beszélgetés résztvevői pedig dr. Bódizs Róbert Zoltán, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének kutatási igazgatóhelyettese, dr. Susánszky Éva, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének egyetemi docense, Pári András, a Kincs kutatási vezetője, valamint Kapdevó Ágnes, a Kincs szakpolitikai elemzője. Eredményes beszélgetést kívánok, és ezennel át is adom a szót a kerekasztal moderátorának. Nagyon szépen köszönöm. Működik rendesen a mikrofon. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kerekasztal résztvevőit, a jelenlévőket, illetve minden nézőt. Ez a kerekasztal ugye folytatja az ünnepségnek a konferenciának az előző részét, és hát célunk az, hogy beszéljünk az eredményekről, de azért mindenképp cél az is, hogy ez valamennyire személyes is legyen. Ugye itt többen vagyunk, akik együtt dolgoztunk Máriával, és valamilyen módon ez mindenképpen befolyásolja a munkát, illetve hát a Kincsnek a munkatársai is, tehát hogy próbáljuk ezt nem túl formálissá tenni, és nagyon, nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen eredmények születtek. Én itt rögtön az elején azzal azért fontosnak tartom elmondani azért azt, hogy Máriát mi vezette idáig, hogy egyáltalán ez a Hungarosztadi kutatássorozat elindult, mert ez így még nem hangzott el, mert így utólag nagyon egyértelműnek tűnik, de ő ezt egy nagyon személyes élmény alapján, az édesapjának a betegsége alapján, aki a fővárosi képtárnak volt az igazgatója, és amikor eltávolították 51-ben, mert nem volt hajlandó aláírni az egyházi iskolák államosításáról, akkor nem tudom minek nevezték, tehát volt köröztetek egy ilyen papírt, hogy nem írt alá, és másnap kirúgták. És rövid idő alatt, miután depressziós lesz, a látása is nagyon nagy mértékben megromlott, és aztán szívinfarktusban halt meg, és Máriának ez egy nagyon komoly lökést adott abban, hogy kutassa azt, hogy a testi egészség és a lelki egészség hogyan függ össze. Tehát ez volt az, ahol ő eldöntötte, hogy meg akarja mutatni, hogy mennyire fontos az, hogy lelkileg egészségesek legyünk ahhoz, hogy a testi egészségünk is meglegyen. Az egyik fő témája a férfiak idő előtti halálozása volt, hogy miért van az, hogy Magyarországon a férfiak a 2000-es években már jóval előbb haltak meg, mint ahogy hát itt most ezt nehéz jól megfogalmazni, statisztikailag kellett volna. És emögött nagyon sok olyan tényező volt, ami a családhoz, a házassághoz kötődött. Így jutott el aztán a családhoz, a család és a gyerekvállalás fontosságához, a boldogsághoz, az elégedettséghez, hogy ezek mennyire fontos tényezők, és így kötődött össze a testi egészség a lelki egészséggel. És el is kell mondani, hogy itt a Hungarosztadi kutatásunk egyik eredménye volt, most azt láthattuk, találtuk, hogy a boldogság és az elégedettség is nagy mértékben javult a 2013-as adatokhoz képest, tehát mindenképpen pozitív tendenciákat látunk a nők körében, még nagyobb mértékben, mint a férfiak körében. Tehát most mindenkit arra kérek, hogy egy picit, egy-két szót esetleg magáról, és hogy mondja el először röviden azt, hogy mi az, amit úgy igazán fontosnak tart itt ezzel a Hungarosztadi kutatás, illetve Kopp Mária örökségével kapcsolatban. Most elkezdjük itt, akkor itt erre így továbbadom a szót, mert ha jól látom, mikrofon az mindenki előtt található. Susánszky Éva vagyok, Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetben dolgoztam 25 évig, és abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a 95-ös Hungarosztaditól kezdődően mindegyik Hungarosztadiban különböző formában, de részt vettem. Én amit tanultam Máriától, hogy kell csapatot építeni. Ez egy nagyon fontos dolog, mert nem elég egy pályázatot megírni, nem elég egy felmérést megcsinálni. Itt kell egy csapat, aki mindezt végigviszi, és a Mária nagyon tudott csapatot építeni.
ez onnan is látszik, hogy itt az Egyetem Magatartástudományi Intézetében még ez a csapatszellem a mai napig is tovább él, és ez az újabb Hungarosztadi azt gondolom, hogy csak erősíti ezt a közösséget. Nem tudom, hallatszik-e a hangom? Ha igen, akkor köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget. Igazából mondta András, hogy személyesen is, személyes élmények mentén is beszámolhatunk. Én Bódis Róbert vagyok, és a Magatartástudományi Intézetben dolgozom. Az érdekes az, hogy én hogy kerültem oda, és ez mindjárt egy olyan történet, ami azt hiszem, hogy az alkalomhoz illik. Tulajdonképpen engem egyszer az akkori szokásokhoz híven Kopp Mária és az intézet meghívott külső előadóként, hogy alváskutatásról tartsak egy előadást, ami ott gondolom tetszett azoknak, akik meghallgatták, de mindesetre kialakult egy első lépés az ismerettség kapcsán, és aztán úgy esett, hogy én ennek alapján a doktori védésemre meghívtam Kopp Mária professzor asszonyt, küldtem neki meghívót, hát amit az ember kiküld nagyon sokkal, hát általában professzorok nem érnek arra rá, hogy ilyen doktori védésekre elmenjenek, nem így Kopp Mária, aki megjelent személyesen a doktori védésemben nézők sorát gyarapítva, tehát nem bizottsági tagként, vagy ilyesmi. És hát ez nagyon jól esett, és felváltozított engem olyannyira, hogy hát pár hónap múlva, amikor munkát kerestem, mert olyan munkahelyet szerettem volna, ahol többet lehet kutatással foglalkozni, akkor bátorkodtam, bár nagyon félszegen fölhívni, hiszen nem ismertem őt azért emberileg, és hát ott elkezdtem magyarázni, vagy hebegni, habogni, hogy mit szeretnék mondani a telefonban, mire kitalálta, hogy mit akarok mondani, és hogy jaj, nálunk szeretné dolgozni, hogy ne, azonnal beszélek az illetékessel, most nem akarok neveket mondani, és hát tulajdonképpen aznap rendeződött az ügy személyes megbeszélés alapján, és hát december 1-én ott ültem a 20. emeleten a Nagyvárati elméleti tömbben egy szobában, gyönyörűen havazott, és megérkeztem. Hát tulajdonképpen olyan fajta személyes bizalom, mindenféle ismerettség nélkül, tehát korábban nem találkoztunk, nem sodort bennünket össze az élet. Egy előadás és egy doktori védés elég volt ahhoz, hogy bekerüljek, úgy, hogy végül el se kellett mondjam a tekervényes mondókámat a telefonban, hogy végül is mit is szeretnék, meg kitalálta a gondolataimat. Így esett az, hogy én alváskutatással foglalkozom a Magatartástudományi Intézetben, és ebben a felmérésben is erről van szó. Majd részleteket később. Köszönjük szépen. Kérem Pári Andrást. Én Pári András vagyok, a Kopp Mária Intézetnek a kutatási vezetője, és én egy kicsit kilógok itt az előttem lévők sorából. Én nem ismertem Máriát, viszont a munkásságát olvastam, követtem, és ilyen demográfiai, családügyi kérdésekkel foglalkozom, és ami engem nagyon megfogott, és ma már többször is előkerült itt a beszédekben, hogy a vágyott gyerekek számát, azt hogyan érjük, vagy hogyan érhetjük el, és milyen akadályok, milyen lehetőségek vannak abban, hogy a ténylegesen megszületett és a vágyott gyermekek közötti különbséget csökkentsük. Tehát ezt egy termékenységi résként nevezik a demográfiában, ez a fertility gap, és azt látjuk, hogy ez a különbség, ez csökkenthető, és itt nagyon, nagyon komoly lehetőségek vannak, akár így, ha a támogatások oldalát nézzük, és ami nem utolsó sorban pedig a lelki része az, amivel lehet közelíteni ehhez a vágyott gyerekszámhoz. Tehát engem ez a rész az, ami érdekel, és ami megfogott Máriának a kutatásából. És ezen tovább menve én ikerkutatással foglalkozom. A most megjelent Kapocs kötetben is egy ikres témát dolgoztam föl, és maguknak az ikreknek a testvérkapcsolatait jártam körbe, amiről úgy tudom, hogy korábban egyik Hungarosztadi sem írt még. Ez most egy ilyen új téma lett ebben a Hungarosztadiban. Köszönöm. Köszönjük szépen, és akkor kérjük Kapdebó Ágnest. Kapdebó Ágnes vagyok, a KINCS szakpolitikai elemzője.
Szociálpedagógusként a családgyermek és ifjúságvédelem áll közel hozzám, a neveléstudomány területéről pedig a kora gyermekkor pedagógiája. Én három gyermekes édesanyaként Kopp Máriáéknak az életszövetsége az, ami engem megfogott. Szerencsém volt Skraspri Árpádot személyesen megismerni, a tanárom volt az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Leginkább az fogott meg, ahogy többen is mondták Máriáról is, ahogy a folyosón sétált és sugárzott belőle a boldogság, de ennél inkább az, hogy ugye ő tudományos területen nagyon elismert szaktekintély volt már akkor, és mégis végtelen szerénységgel le tudott ereszkedni hozzánk, és minket, diákokat is ember számba vett és fontosnak tartott. És amikor én megtudtam, hogy ő Kopp Mária férje, akkor elkezdtem utánuk kutakodni a tudományos művekben, a felelhető interjúkban, mindent megnéztem, ami elképzelhető, és idővel rájöttem arra, hogy közöttük ez a mély kapcsolat egy nagyon komoly életszövetség. És visszatekintve Skrapski Árpádra, az a modor, ami, ahogyan ő velünk ott foglalkozott, az a szeretettel teli odafordulás, ez másra is kisugárzott, és ez számomra óriási érték volt. Sorszerűnek érzem azt, hogy három éve a Kopp Máriáról elnevezett intézetben dolgozom, és azt is, hogy a nemrég újonnan kiadott Boldogságkeresés útjai és útvesztői könyvnek a recenzióját is én írhattam a Kapocsba. És köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon köszönjük. Én előtte megfogadtam, most senkit sem fogok kijavítani, még ha úgy is érzem, hogy valamit pontosítani kéne. Mégis Pári Andrást pontosítom azzal, amikor ő azt mondta, hogy kilóg itt a sorból. Én ezt kénytelen vagyok pontosítani egyszerűen azért, mert ez pont az, amiről itt szó volt Kopp Máriának a stílusa, hogy ő, én egészen biztos vagyok benne, hogy ő ugyanúgy azt mondaná, hogy hát miért lognál ki, ugyanúgy el tud mondani ezeket a dolgokat, attól, hogy személyesen nem ismerted ezeket a dolgokat. Tehát nagyon jellemző volt rá tényleg ez a bizalom, még akkor én is, hát itt már annyian személyes dolog volt, azért én is elmondom, hogy azért nekem az nagyon sokáig tartott, nagyon nehéz volt. Én teljesen más területről, pénzügyi területről kerültem oda, és hát a pályázatokban segítettem, és amikor először történt meg az, hogy Máriának rengeteg felkérése volt, adjon elő itt, adjon elő ott, és akkor egyszer valamelyikre nem tudott elmenni, és akkor megkezdő András elmész helyettem, és akkor ugye elküldött egy olyan témámat, tehát egyszerűen tényleg, hogy megbízott az ember, hogy meg fogom tudni csinálni. Hát először persze nagyon féltem, és hát el is tartott egy, hát na, talán nem a félelem, inkább nagyon izgultam, talán ez a jobb szó, és eltartott egy ideig, amíg ez tényleg úgymond természetessé vált, de hát hogy ő tényleg mindenkiből kinézte azt, hogy végre tudja ajtani azt a feladatot. Ennek megvolt az a hátulütője, hogy azért ne csak a negatívumokat mondjuk, hogy nagyon könnyen adott feladatot, de aztán azokat számon is kérte. Tehát, hogy könnyen elkapott minket, és ráadásul utána emlékezett arra, hogy mi volt az a feladat, amit akár mi vállaltunk be. Tehát még ez egyébként az ilyen közös megbeszéléseken, és aztán utána visszaadom. Ugye ott nagyon óvatosan kellett jelentkezni, hogy valakinek van valami ötlete, hogy valamit kéne csinálni, mert abban a pillanatban lecsapott rá, és mondta, hogy jó, akkor ezt te csináld, és aztán kérdezte, hogy hol tartasz azzal, tehát óvatosan kellett mindig ezekkel az ötletelésekkel. No, de akkor térjünk át egy picit szakmaibra, de továbbra is a személyes emlékek vannak, nyugodtan bele lehet fűzni, és akkor először megkérdezem, hogy akkor Susánszky Évát, itt, aki a módszertanával foglalkozott itt a hungarosztadi kutatásokkal, illetve hát közünk a legrégebb óta, ugye már 95 óta benne, vagy egy picit a hungarosztadi kutatások történetéről, és hogy ezek, hát egyrészt, hogy mik a legfontosabb változások az első kutatások óta, és hogy ezek mit tudtak itt tényleg hozzáadni a testi-lelki egészség megismeréséhez. Köszönöm szépen. Ugye itt többször elhangzott már, hogy az első hungarosztadi kutatás az 88-ban volt, amikor még nem így hívták. Ugye ez visszamenőleg kapta ezt a nevet. Réthei kollégánk volt az, aki azt mondja, hogy ő volt talán az évadója, nem tudom, András, akkor hogy akkor tájban volt. De azóta is úgy hívjuk, hogy hungarosztadi kutatások. Tehát az első az 88-ban volt, amit
Árpáddal végeztek, és tulajdonképpen ennek a kutatásnak az volt a lényege, hogy a munkaképesség növelése, illetve hogy ne csökkenjen a munkaképesség, ehhez milyen tényezőket kéne erősíteni, és ez a kutatás az tulajdonképpen erre fókuszált, hogy mik azok, főleg a magatartási tényezők, amik szerepet játszhatnak ebben. 95-ben volt a második nagy vizsgálat. Ezek a mai méreteket tekintve igen népes vizsgálatok voltak, ami azt jelenti, hogy több mint 10 000 főre terjedtek ki ezek a felmérések. Ugye ez a mostani vizsgálatunk, ez 7 000 fő, és ez is egy ilyen mostun vizsgálatnak számít. Nem szoktak manapság ilyen méretű felméréseket végezni. No, tehát a 95-ös vizsgálat, itt pedig ennek a fókuszában az állt, hogy az egészségügyi ellátással kapcsolatos lakossági szükségletek milyenek, és ezeknek a feltárása tulajdonképpen itt került először talán igen jelentős mértékben a depressziónak a vizsgálata a középpontba. Következett a 2002-es vizsgálat, ami ez a középkorú népességnek az egészség romlása, ami abban az időszakban a statisztikákban nagyon jelentősen ott volt, és ami foglalkoztatta, azt gondolom, hogy a kutatókon kívül az egészségpolitikával foglalkozókat is, és itt erre fókuszált ez a vizsgálat. Itt András említette is, hogy a férfiak korai idő előtti halálozása, amit akkor 65 évnél húztak meg, tehát a 65 év előtti halálozást. Ugye ekkor vettük át tulajdonképpen azt a szlogent a férfiakkal kapcsolatban, hogy pelenkáz, tovább élsz, ez egy filmkutatásnak volt a szlogenje, de az nagyon népszerű lett Magyarországon is. Ami hát ugye arra utalt, hogy a férfiaknak a jelenléte a családi életben és a gyereknevelésben milyen fontos, és hogy ennek egészségvédő szerepe van. Következett a 2016-os vizsgálat, ami azért volt érdekes, mert ezek az eddigi vizsgálatok, ezek úgynevezett keresztmetszeti vizsgálatok voltak, mindig az adott időszakban egy adott népesség. 2006-os. 2005 és 2006-ban. Egy, igen, 2016 hangzott ja, el. Bocsánat. Bocsánat, akkor. Igen, egy kicsit előre szaladtam már gondolatban, de még ott vagyunk 15, vagy 6-ban. Tehát, hogy ez egy olyan vizsgálat volt, ami a 2002-es vizsgálatban megkérdeztük, hogy kik lennének azok, akik részt vennének majd évek múlva egy követéses vizsgálatban, és körülbelül a 12 000 résztvevőből 8 000 fő volt az, aki ebbe beleegyezett. Tehát tulajdonképpen itt ugyanazok a személyek voltak a vizsgálatban megkérdezve, akik a 2002-es vizsgálatban már részt vettek, tehát ez egy longitudinális követéses vizsgálat volt, ami nagyon fontos, mert hiszen tulajdonképpen egy ilyen vizsgálatnál már az ok-okozati összefüggéseket inkább lehet értékelni, mint ugye a keresztmetszeti vizsgálatoknál, amik erre igazából nem annyira alkalmasak, legfeljebb korrelációt tudunk vizsgálni. És ezt követte a 2013-as vizsgálat, ez sajnos már Mária nélkül zajlott. Ez volumenében, tehát mintaelem számában egy jóval kisebb, ez egy 2000 fős vizsgálat volt. Viszont ennek az volt a novuma, hogy nagyon erőteljesen fókuszált ez a vizsgálat már a fiatalok családalapítására, a gyerekvállalásra, a párválasztási szokásokra, tehát ebben a 13-as vizsgálatban került ez tulajdonképpen a fókuszba, és hát akkor elérkeztünk 21-be, erről is mondjak pár szót. Hát a módszertanról, hogy hogyan illik be ebbe a sorba. Igen, hát a sorba beillik, ugye ezek majdnem 7 évente voltak ezek a vizsgálatok, itt egy kis csúszás volt ugye ezzel a
20 helyett 21-el. 7000 fő vett részt benne, ebből 2000 fő esetében a 18-40 éves korosztály egy ilyen speciális almintaként szerepelt, mert hogy ez a vizsgálat is fókuszának tekintette ismételten a gyerekvállalást, a családalapítást, a párválasztási szokásokat. Tehát ez egy fontos része volt. És hát ne feledjük el, hogy ugye 21-ben történt az adatfelvétel, ugye a nyáron és ősz elején, tehát amikor a COVID hullámoknak éppen a mondhatni így alján voltunk, tehát hogy nem a csúcsán, de azért mégiscsak érintve voltunk ezzel a problémával, és nagyon sok kérdés ugye az elmúlt egy évre vonatkozott, tehát abszolút ugye ebben a COVID helyzetben mértük fel ezeket az adatokat. Személyes kérdezés zajlott, tehát kérdező biztosok vették fel ezeket a kérdőíveket. 4 különböző kérdőivel dolgoztunk, volt egy úgynevezett főkérdői, volt egy, ami csak a fiatalok, tehát ez a 18-40 éves korosztályra, volt egy kérdői, ami önkitöltős volt, hiszen olyan érzékeny adatokat tartalmazott, mint például az öngyilkossággal kapcsolatos magatartás, vagy az alkoholfogyasztás, vagy a szexuális élet. Tehát ezek önkitöltősök voltak, és volt egy külön kérdőív, ami csak a nőknek szólt, ahol a szüléssel, a gyerekvállalással kapcsolatos kérdések merültek fel. Valamit, még, de azért mondanám, jó? Tehát minden, ezt fontosnak tartom, ugye, hogy minden egyes hungarosztadi vizsgálatban olyan mérőeszközöket, vagyis kérdőíveket alkalmaztunk, amelyeknek a döntő többsége nemzetközileg validált kérdőív volt. Tehát alkalmasak arra, hogy nemzetközi adatokkal összevessük a magyar adatokat, és minden egyes alkalommal természetesen történt egy kérdőív fejlesztés. Ugye ez szükséges azért, mert bizonyos dolgok elavulnak, új mérőeszközök jönnek, új területeket próbálunk bevonni, és ez most is így volt. Én azt gondolom, hogy a mostani vizsgálatban fontos kiemelni, hogy bekerült a poszttraumás növekedésre vonatkozóan egy kérdőívblokk, a szabálykövetésre. Nagyon fontos, amiről majd Robi is beszél, az alvás, álmodás, amit ugyan már eddig mértünk, de olyan még sosem volt, hogy amikor elkezdtünk egy kérdőívet, akkor megkérdeztük az illetőt, hogy egy 1-10 skálán mennyire érzi álmosnak magát. És aztán, amikor befejeződött a vizsgálat, akkor újra megkérdeztük. Úgyhogy erről majd biztos sok érdekességet Robi elmond. Bekerült a digitális egészségügyel kapcsolatos lakossági attitűdöknek a vizsgálata. Bekerült az is, hogy tudják-e az emberek, hogy létezik egy élet végi nyilatkozat, és hogy ismerik-e ezt, és hogy rendelkeznek-e vele. Fontos a stresszel kapcsolatos kérdőívek. Nagyon fontosnak tartom az érzelmi evésre vonatkozó kérdőívet, illetve kérdéscsoportot, hiszen ugye jól ismert, hogy sajnos Magyarországon a lakosság 30%-a elhízott, 60%-a túlsúlyos, tehát hogy Európában sajnos mi vagyunk a legsúlyosabb nemzet, hogy úgy mondjam. És hogy itt ebben jelentős szerepe van az úgynevezett érzelmi evésnek, stresszevésnek, és hogy ezt most itt beletettük, és ami még nagyon fontos, a kötődés kérdése. Ez is már szerepelt az előző hungarosztadikban, de ezt most megismételtük. Ugye az előző eredmények azt mutatták, hogy a várttal ellentétben, ugye az volt a várakozás, hogy itt a különböző kötődés típusuk, hogy a biztonságos kötődést ugye 50%-ra vártuk az előzőben, és kb. 30% lesz a biztonságos kötődők aránya. Kérdés, hogy most mi lesz. Tehát, hogy nagyon izgalmas kérdéseket tárgyalnak most is ezek a kérdések. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönöm. Közben itt kaptam egy figyelmeztetést, hogy a kezem és a szám mozogjon együtt, úgyhogy igyekszem, mert különben ugye a nézők nem hallják annyira, úgyhogy ezt majd kérem, amennyire lehet. Hát itt érzi az ember, hogy milyen nehéz dolga van egy énekesnek, aki még ugrál is közben, mert így is én is mindig elfelejtem vinni, de igyekszem. No, akkor most, hogy a módszertanról hallottunk, nagyon szépen köszönjük, ez tényleg egy átfogó, és a lényege benne volt. Egyetlen egy dolgot tennék még hozzá, mert ezen Mária nagyon sok eredményt hozott ki ebből, hogy a 2006-os felmérés, amit ahogy Éva említette, az egy utánkövetés volt, hogy ott nagyon fontos adatok jöttek ki abból, hogy megnéztük, hogy kik azok, akik meghaltak 2006-ig, tehát akik már nem voltak elérhetők, és akkor ezt meg lehetett nézni, hogy az ő mutatóik milyenek voltak azokhoz képest, akik életben maradtak, és itt jött ki nagyon sok adat arról is például, hogy a különböző olyan mutatók, mint a depresszió mennyire meghatározza, de hogy a családdal kapcsolatos dolgok, ugye Mária nagyon sokszor elmondta, hogy egyértelműen kijött, hogy a férfiak számára a feleség, a házastárs megléte az védőfaktor, és mindig halkan hozzátett, hogy hát fordítva ez nem mutatható ki, tehát a nők számára ez így nem volt. Ott a családi kapcsolatok voltak fontosak, illetve a gyerekekkel való jó kapcsolat, ugye ez a pelenkáz tovább élsz, ugye ez ehhez is kapcsolódott, hogy azok, akik többet foglalkoznak a gyerekeikkel. Tehát ez egy nagyon fontos kutatás volt ebből a szempontból, kiemelkedik ezzel az utánkövetéssel, mivel tényleg olyan eredményeket lehetett itt kimutatni, amire az egyszerű keresztmetszeti vizsgálat nem ad lehetőséget. És akkor térjünk rá egy kicsit az eredményekre, és megpróbálok így a tágabbtól a szűkebb felé haladni, és majd hát mindenkit kérek már csak az időszűkössége miatt is némi önkontrollra, ez a bagoly mondja verébnek, mert én is itt folyamatosan beszélek, de tényleg annyi minden jut itt az embernek az eszébe. Akkor tényleg egy dolgot mondanék még ugye általában, amit már említettem, hogy ugye azt találtuk, hogy azért a boldogság elégedettség nőtt az utolsó felmérés óta, és hát ugye azt látjuk az eddigi eredményekből is, hogy ez összefügg a testi egészséggel is. És akkor én most Bódis Róbertnek adnám majd át a szót, mint aki így általánosságban itt a lelki egészségről, illetve az alvásról, úgyhogy ez az alvással kapcsolatban milyen eredmények vannak, és hogy ez megint csak, hogy a lelki egészséghez, a Hungarosztadi fő témáihoz ez hogyan kapcsolható? Köszönöm szépen. Hát tulajdonképpen meglepő, pozitív értelemben meglepő eredményeket találtunk. Ezek most nagyon frissek, tehát teljes mélységében még nincs is kielemezve ugye ez az egész adatbázis, hiszen hatalmas adat tömegről van szó. Azt a változtatást vezettük be a módszertanba, hogy amellett, hogy megkérdezzük, hogy mennyire alszik jól, mennyire jónak ítéli meg az alvását, tehát a klasszikus alvásra kapcsolatos panaszok mellett, vagy kicsit helyett bevezettük az időzítéssel kapcsolatos kutatást, tehát mondja meg azt, hogy mikor szokott lefeküdni, először is rendszeresen fekszik-e le, ugye ez már egy fontos kérdés, ha megteheti egyáltalán, ugye munkájából kifolyólag ezt nem mindenki praktizálhatja, és ha igen, akkor munkanapokon hánykor, és szabadnapokon hánykor, illetve mikor szokott ébredni, ébresztőruhával anélkül, és ebből becsültük meg azt, hogy valójában mennyi időt fordítanak az alvásra az emberek. Megkérdeztük, felhívtuk a figyelmet, hogy becsülje meg, hogy körülbelül mikor alszik el, tehát nem az, hogy amikor leül a tévé elé este 8-kor, és hanem, hogy mikor alszik el, egy infografikákat is beszerkesztettünk a kérdőjébe. Az a pozitív eredmény jött ki, hogy a felnőtt magyar lakosság átlag alvás időtartama, méghozzá olyan értelemben kiszámolva az átlagot, hogy az 5 munkanap és 2 szabadnappal egy heti átlagot visszavetítve a napira, tehát valóban ez az átlag, ez 8 óra és 13 perc, ami igazán kedvezőnek mondható, mindenféle szakmai ajánlásnak megfelel. Tehát egy picit jobb ez a kép, mint akkor, hogyha azt kérdezzük, hogy mennyire szeretne panaszkodni valamire, például az alvásra. Olyat is kérdeztünk, és hát tulajdonképpen az ember, nem kis számú ember, de sokkal szűkebb populációt érintő 5-6%, akik komoly gondnak érzik az alvással kapcsolatos problémáikat, tehát a maradék az vagy enyhe változó problémának, vagy jónak érzi az alvását. Ezek nagyon fontos számok, hiszen van egy
olyan közkeletű feltételezés, hogy az emberek egyharmadának valamiféle komoly alvással kapcsolatos gondja van. Lehet, hogy ez így van, de ha megkérdezzük, hogy mikor fekszenek le és mikor kelnek fel, kiderül, hogy legalább 8 órát hagynak maguknak, onni átlagba. Ez az egyik érdekesség, és most kezdek így Andrásra nézve az önkontroll erényével érni, ami az időt illeti. Ezt mindenképpen üzenetként szeretném megfogalmazni, nem azt jelenti, hogy nem lehetnek problémák, de meglepően kisebb súlyúak népesség arányosan, mint ahogy ezt feltételeztük volna korábbi módszertanok alapján. Ugyanakkor azt is vizsgáltuk ezzel a módszerrel, hogy mikor alszanak az emberek. Tehát nem csak, hogy mennyit, hanem hogy hány órakor. Ugye nagyon fontos, hogy nyáron, augusztusban, illetve kora ősszel, szeptemberben történt az adatfelvétel, tehát ráadásul egy olyan tavasz után, amikor elég általánosak voltak a lezárások és az otthoni munkavégzés, lehet, hogy ez is kapcsolatos a több alvásra, tehát van pozitív hatása is, talán egyébként mások is jelezték a nemzetközi szakirodalomban annak, hogy többet ültünk otthon a sok negatív mellett, magány, meg társas kapcsolatok, stb. Tehát, hogy mikor alszanak az emberek, kérem szépen kiszámítottuk a közepét az alvás periódusnak, tehát a kezdete és a vége által meghatározott intervallum közepét, 2 óra 59 perc szabad napokon, nyári időszámítás szerint, augusztusba, szeptemberbe. Ez azt jelenti, hogy 3 órakor az emberek legnagyobb része alszik, tehát akkor az az abszolút éjszaka a magyar lakosság szempontjából, a közepe az alvás periódusnak. Ebben azonban nagyon-nagyon jelentős életkori különbségek vannak, tehát körülbelül a variancia, vagy lenyének közötti változatosság 17%-át megmagyaráz az, hogy valaki hány éves. Mert hogy a fiatalabbak későbben alszanak, és ez szépen visszacsúszik, pontosan úgy, ahogy a tankönyvben meg van írva, időskorban ugye egyre koraibb alvásra. Férfi-nő különbség is van, férfiak egy kicsit a bagoly irányba vannak eltolódva a nőkhöz képest. Ami nagyon fontos, hogy az egészség és frissesség és álmosságnak a hiánya, az tulajdonképpen mindenféle működésünknek egy előfeltétele. Most nem is beszélünk még betegségekről, de ahhoz, hogy valaki hatékonyan működni tudjon, például egy cégvezetőt, hogyha, vagy egy menedzsert, hogyha letesztelnek, a videóra veszik, és meg lepontoztatják a független bírálók, hogy mennyire volt meggyőző a szövege, akkor aki jobban kialudta magát előtte, azt sokkal jobb pontot adtak neki a bírálók, a független bírálók, illetve hogyha neki megfelelő napszakban beszélt, tehát a pacsirta típusú emberek délelőtt, a baglyok délután. Most itt jön a nagyon fontos eredmény az álmossággal kapcsolatban. Egyrészt gyönyörűen, és ebben a kapocs különszámban, tehát a folyóirat különszámában is megjelenített módon látszik az, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy kinek mikor kell aktívnak lennie, tehát egyes emberek délelőtt aktívak és kevésbé álmosak, mások pedig fordítva délutáni órákban, hiszen a tesztfelvétel az lefette a napot, tehát tulajdonképpen egyeseket reggel kerestek meg, vagy délelőtt, másokat délbe, délután, stb. Van egy óra és 9 percnyi eltérés a munkanapok és szabadnapok között, ennyivel vagyunk kénytelenek korábban aludni munkanapokon. És minél nagyobb ez az érték, ez átlagosan a magyar populáció átlaga ebben a 7000 emberben, ebből a 7000 emberből becsülve, minél nagyobb ez, tehát minél inkább több, mint 1 óra és 9 perc, annál valószínűbb, hogy a tesztkitöltő 40 perc alatt, ami kitölti a tesztet, jelentősen elveszti az éberségét, tehát elálmosodik. Most gondoljunk-e abba, hogy 40 percet sokszor vezetünk a hazafelé menet autóban is, tehát ez egy nagyon jelentős dolog, amivel foglalkoznunk kell, azt, hogy valakinek a munkája mennyire határozza meg azt, hogy mikor alhat, tehát nem csak azt, hogy mennyit. Utolsó megjegyzésem, és aztán átadom a szót, itt családokról van szó, családban élünk, családban szeretünk élni, ez elhangzott a konferencia első részében, és hát tulajdonképpen a gyerekek nem mindig
alvásbarátak, főleg a korai életkorokra beszélek itt. Az emberek nagyon jelentős része azt megjelölte szövegesen a kérdés kitöltésekor, hogy a gyerek miatt nem akkor alszik, amikor. Hát nyilván ez életkor függő, meg kamasszal kapcsolatban már kevésbé merülnek föl ezek a dolgok, mint újszülött korban. Ez egy igen jelentős kihívás. Az újszülött bálnák 3 napig nem hagyják az anyjukat aludni egyáltalán. Nálunk ugyan ez az egyáltalán ez kicsit enyhébb, de a 3 nap viszont sokkal súlyosabb, és ezért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a gyereknevelés visszautalva a pelenkázásos hasonlatra 2 emberes feladat. Az emberi csecsemő az oly mértékben támogatást igénylő, hogy ehhez 2 darab felnőtt ember kell, akik már csak az alvása szempontjából el tudják látni. Köszönöm szépen! Nem is lövöm le, megkérem, hogy akkor erről szóljon pár szót. Én még az alvás témához egy részben ilyen saját meglátás. Ugye nagyon jó volt ez a tanulmány, amit én is olvastam. Lehet, hogy egyébként, hogyha a csoportokat szegmentáljuk, kijön az a 8 óra 13 perc talán, lehet, hogy a kisgyerekes szülőknél is csak éppen szakaszosan összeadódva. Csak egy ilyen megjegyzés. Igen, tehát én az ikrekkel foglalkoztam, a Hungarosztadiban először került megkérdezésre, hogy van-e valakinek ikertestvére, és hogyha van ikertestvére, akkor milyen zigozítású, tehát hogy egypetélyű, kétpetélyű, és nagyon izgalmas, nagyon érdekes eredményeket kaptunk. Én azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert a család, párkapcsolat, demográfia témán keresztül azt látjuk, hogyha valaki, tehát hogy egy hölgy minél idősebb korban vállal a gyermeket, annál nagyobb eséllyel fognak ikrei születni. És az látható, hogy itt az egypetélyűek, kétpetélyűek között nagyon nagy különbség van. Az édesanyák fiatalabb korában nagyobb eséllyel születnek egypetélyű ikrek, még később életkorban, tehát ez a 32-33 éves életkorban pedig nagyobb eséllyel születnek kétpetélyű ikrek. És a mintába talán egy 3-as ikerpár is bekerült, őket nem elemeztem, és amit nagyon érdekes volt, hogy a Hungarosztadiból nagyon szépen kirajzolódott az, hogy az ikreknek a testvérkapcsolatai nagyon erősek. Ez egy természetszerű lehetőség vagy adottság, hogy a családban egyszerre 2 születnek, és már a magzati korban együtt vannak ezek a testvérek. A szakirodalom megkülönbözteti itt az ikreknek 5 típusát, tehát egypetélyűeken belül a lányos, tehát a lány-lány, illetve fiú-fiú párok sokat, illetve 2 petélyűeknél a lány-lány, illetve a fiú-fiú, illetve a fiú-lány párosokat. Ezt még kevésbé kutatták, de nagyon érdekes különbségeket látunk, akár azzal kapcsolatban, hogy ezt a különleges adottságukat hogyan kamatoztatják. Visszatérve itt a Hungarosztadira, tehát azt láttam, vagy azt figyeltem meg, hogy tehát az ikreknek a testvér kapcsolata az nagyon, nagyon erős, és ebből kifolyólag, tehát a boldogság, az elégedettség mutatókban az átlagnál mind magasabb értéket jelöltek meg. Nagyon érdekes volt, hogy az ideális gyermekszámban is az iker személyek,
jóval magasabb gyermekszámot jelöltek meg. Tehát úgy gondolják, hogy egy magasabb gyermekszám egy családban ideálisabb, mint egy alacsonyabb. Tehát itt ez a 2,1 fölötti érték, az IKNEC-nél 2,2 fölötti értéket mutatott. Ez valószínűleg abból adódik, hogy az IKREK eleve ketten nőttek föl, és azt is látjuk ezekben a családokban, hogy ahol IKREK születnek, ott nem minden esetben, de nagyobb eséllyel vannak még nagyobb testvérek, és kisebb eséllyel vannak kisebb testvérek, tehát ottól IKREK születnek, ott kisebb eséllyel születik meg a második, illetve a harmadik, vagy a további testvér. Nagyon röviden ennyit szerettem volna mondani. Tudnék még erről sokat mesélni, de átadom a szót is, így a időkeretet is figyelembe véve. Köszönöm szépen. Itt elnézést, itt az időkeretetileg csak azért mondtam, mert ugye többen vannak, akik egyetemen is tanítanak, és tudom, hogy tényleg erről a témáról nagyon sokat lehet beszélni, tehát én itt az időkereten azt gondolom, hogy nem egy teljes előadást az, ami itt belefér, ez itt tökéletes volt, nagyon szépen köszönöm. És hát ebből a szempontból is megint mondanám, hogy igen, tehát ez egy jellemzője a hungarosztadi kutatásoknak, hogy új meg új szempontok kerülnek bele, és most belekerült ez az IKER kutatás, és ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy tényleg ilyen országos szintű egyéb mutatókkal összehasonlítsuk, és ezért van szükség ezekre a nagy mintákra, mert ugye amikor már csak az IKREK-et nézzük, akkor ők azért már elég kevesen vannak ezekkora mintában is, de ahhoz, hogy legyen elég elemezhető IKER pár egy mintában, ahhoz nagyon nagy alap sokaságra van szükség. Hány százalék a megszületett gyerekeknek IKER? Nagyon jó kérdés. Hát jelenleg ilyen 3,1-2% a megszületett gyerekeknek, tehát a 91-2000 gyerek közül kb. 3000-3100 gyermek születik IKER pár egyik tagjaként. Sajnos nagyon magas a csecsemő halálozás az IKREK körében, tehát még napjainkban is ilyen 6-7-szeres a különbség, és ezáltal tehát van egy ilyen negatív adottság az IKREK körében, de a teljes népességre vetítve pedig ilyen 2,5% lehet. Tehát ezt pontosan nem tudjuk, mert különböző nyilvántartások különböző IKER számot tartanak nyilván. Én azt gondolom, hogy a népességen belül pedig egy olyan 260-320 ezer személy lehet, akinek van vagy valaha volt IKER testvére. Tehát ilyen 2-3%. Köszönjük szépen. Ez egyébként később is bárkire igaz, hogyha kérdése van, ez nincs, ez a jog csak nekem vindikálva, úgyhogy nyugodtan lehet kérdéseket föltenni. És akkor Kapdabó Ágnes meg akkor a gyermekvállalásról kérdezni, hogy itt milyen tendenciákat látunk. Hát már hangzott el erről egy-két adat, de hát amit ő még hozzátenne, meg mondana, azt kérjük akkor itt tárja elénk. A gyermekvállalási magatartásoknak az alakulását mi a Hungarosztadinak a 2021 fiatal korosztály mintáján vizsgáltuk. Értjük ez alatt a 18 éves korosztályt, ez egy 2000 fős alminta volt. Azonosítottuk az ideális és a tervezett gyermekszám közötti összefüggéseket, valamint azokat a tényezőket, amelyek a gyermektervezés, illetve gyermekvállalási megfontolásokban szerepet játszanak. Nagyon érdekes eredmények születtek, megállapítható volt az, hogy az adatfelvétel időpontjában az akkor 2 éve tartó pandémia ellenére a magyar lakosság értékrendjében a család és gyermekközpontoság változatlanul megmaradt, és a gyermekvállalás előtt álló körében a tervezett gyerekszám is alapvetően stabil maradt, ahogy ez már elhangzott, és nem esett vissza a koronavírus hatására. És hogyha néhány részletet is megoszthatnék ezzel kapcsolatban, akkor elmondanám azt, hogy a legnépszerűbb a 2 gyermekes család eszménye. Ezt követi a 3 gyerekes család modell, de a 20 éves fiatalok terveiben is a 2 vagy 3 gyermek szerepel. A gyermekvállalás szoros kapcsolatot mutat a házassággal, ami azt jelenti, hogy a már házasságban élőknek van a legtöbb gyerekük. A gyermeket tervezőknek a szándéka az érettségizettek és a diplomások körében erőteljesebb, mint az alacsonyabb végzettségűek között. És nagyon érdekes összefüggést derült ki a vallásossággal kapcsolatban, hogy a mélyebben megélt vallás elősegíti a gyermekvállalást. Egy mondatot mondanék arról, ahogyan a COVID
hatása érzékelhető volt a párkapcsolatokban, hogy összességében a fiataloknak 83,2%-a szerint a COVID nem változtatott a kapcsolatukon, sőt, 15,4% szerint javult a kapcsolatuk a pandémia ideje alatt. És akkor pár szót szólva arról, azokról a feltételekről, amelyek a gyermekvállaláshoz szükségesek, ezek között első három a megfelelő lakáskörülmények, az anyagi biztonság és a biztos munkahely továbbra is kiemelkedő szereppel bírnak, és ezt követik a megfelelő társ és a családi támogatás. Érdekes volt még azt megfigyelni, hogy a kormányzati támogatási, családtámogatási intézkedésekre kik azok, akik elsősorban alapoznak, ők az egy és három gyermekesek, vagyis azok, akik két vagy négy gyermeket terveznek. Tehát összességében, így egy mondatban összefoglalva, az látható, hogy a fiatal felnőttek elkötelezettek a család iránt. Köszönöm szépen. Itt most, hogy itt ezt hallgatni, hogy eszembe jutott még az, amit itt már mindig nagyon sokszor hangsúlyozott, bár annyira egyértelmű, de mégis, hogy ki kell mondani, hogy a családtámogatás nem mennyire fontos a hosszú távú kiszámíthatóság, hogy ez egy mennyire fontos szempont. Mindig a francia példával jött, ahol a családtámogatások rendszere az hosszú távon is kiszámítható, tehát lehet tudni, hogy mi lesz 20 év múlva. És hogy nem is tudom, talán ez a kiszámíthatóság. Itt mindig közben jön az ember, hogy milyen jó lett volna még azt is megkérdezni, hogy igen, hogy ez a kiszámíthatóság mennyire befolyásolja a gyerekvállalást. Egyébként azt kifelé nem látszik, hogy milyen harc van egy ilyen kérdőív kialakításán, hogy milyen kérdések kerülnek bele, és mi nem, mert hát ugye azért a kérdésekre válaszolókat se lehet a végtelenségig fárasztani, és rengeteg olyan kérdés van, amit még jó lett volna megkérdezni, hát Robi mondta, hogy így is 40 perc alatt azért eléggé el tudnak fáradni, hát tudnánk másfél órányi kérdésort is könnyen eléjük tenni, de hát akkor az már nem lenne annyira jó. De akkor, hogy ami még befolyásolja a gyerekvállalást, ugye már elhangzott a szülésélmény ennek a fontossága, és hát akkor Éva, téged kérdeznélek, hogy ez hogyan befolyásol, mert mi látszik itt a Hungarosztadi kutatásban, hogy a szülésélmény a gyerekvállalással az hogyan kapcsolódik össze? Tulajdonképpen én csak szinte el tudom ismerni, mert a bevezető részben Purep György szinte tökéletesen elmondta ennek a vizsgálatnak az eredményeit, de azért elmondom. Tehát ugye itt azt néztük, hogy azok az asszonyok, akiknek már van gyerekük, tehát már szültek, hogy vélekednek arról, hogy milyen legyen a további gyerekvállalás, és hogy ezt a gyerekvállalást a szülés élmény például miként befolyásolja. És hát nem meglepő módon ugye azt az eredményt kaptuk, amit már ugyan több vizsgálat meg is erősített, hogy aki pozitív szülésélménnyel rendelkezik, azok inkább vállalkoznak a további gyermekekre. Illetve ez nagyon fontos volt, és itt szintén hangsúlyozta a Gyuri is már, hogy valakinek van egy szülési terve, tehát tudatosan készül arra a gyerekvállalása, és készít egy szülési tervet, és hogy ebben a szülési tervben ugye a kérdőív részletesen vette, hogy mik azok a dolgok, amik talán a legfontosabbak, és az első helyen az állt, hogy hol fog szülni. Tehát a szülésnek a helyszíne az állt az első helyen. A második helyen, mint talán legtöbben, amit említettek, hogy ki lesz ott a szülésnél, tehát hogy a párja ott lesz a szülésnél, vagy valami hozzátartozó ott lesz a szülésnél, és így tovább, és akkor ugye elég sok minden lehetett említeni, de legalább három dolgot itt a szülési terven rendelkezők említettek, amik szerepeltek ebben a tervben. A vizsgálatnál azt is néztük, hogy vajon honnan szerzik a nők az információkat a szüléssel kapcsolatban, és hát az első helyen az édesanyjuk állt. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy Magyarországon az anya-lány kapcsolat azért az biztos megfelelő, mert hogyha az édesanyák azok, akik a leginkább átadják ezeket az információkat, és a lányok rájuk támaszkodnak, akkor biztos ez egy jó kapcsolat. Ezt követően ugye már hogy mondjam, inkább
hivatalos vagy szakszebélyek, tehát az orvosok, a védőnő és így tovább álltak, és utána következtek mondjuk a barátnők és az egyéb rokonok. Tehát, hogy körülbelül ez, amit megtudtunk ebből. Tehát az információk azok inkább személyesek, tehát kevésbé újságból, írott anyagból, egyebekből tájékozódnak, hanem a személyes információk azok, amik szerepet játszanak ebben. Azt gondolom, hogy a lényegét itt elmondtam. Köszönöm. Én azt gondolom, nem baj, hogyha ezeket a dolgokat ismételgetjük, és többször elmondjuk, mert hogy nagyon fontos, hogy ezek tényleg tudatosuljanak, hogy mennyire fontosak. Azért még azt hadd kérdezem, akkor gyorsan vissza, mielőtt erre még itt reagálsz, hogy ez a pozitív szülésélmény, hogy azért egy picit lehet azok, amiket elmondtál, vagy van valami más tényező is? Tehát mitől lesz valakinek pozitív a szülésélmény? Igen, hát és akkor itt el is mondanám, hogy az intézetünkben vannak kutatócsoportok, és van egy olyan kutatócsoport, hogy a szülészet magatartástudományi szemmel, amely kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, több vizsgálatunk, kutatásunk is volt. Hát például, ami nagyon fontos, hogy milyen a kommunikáció. Tehát a pozitív szülés élményben beletartozik az, hogy a szülőnőt, aki körülveszik a szülés kapcsán, hogy kommunikálnak vele. Mik azok az információk, amiket már akár a szüléssel, vagy a szülés közben már valamilyen formában megkap. Egy előző vizsgálatunknál például néztük azt, hogy ugye női vagy férfi, ugye ebben is vannak, hogy mondjam, hát táborok, hogy vannak nők, akik azt, hát én csak férfi szülészorvoshoz mennék, amikor szülök, mások azt mondják, hogy én csak nő, van, aki azt mondja, mindegy. És annál néztük azt, hogy vajon ez a pozitív szülés élmény hogy alakul, és úgy tűnik, hogy a női szülész orvosoknál több a pozitív élmény, de azért, mert a nők másképp kommunikálnak. Tehát itt kiderült, hogy valójában itt nem a nem, ami fontos, hanem hogy kommunikál tulajdonképpen az illető orvos a szülőnővel, ami még ilyen szempontból nagyon fontos, hogy mennyire az ő testi integritását figyelembe veszik, vagy azokat a kéréseket, amik elhangzanak. Ez nagyon fontos a pozitív szülés élménynél, illetve az is, hogy amikor a baba megszületik, akkor mi történik. Tehát, hogy vele tud maradni, vagy nem, és itt tovább. Köszönöm, és itt ugye ebből az eredményből azt akkor ki kell azért hangsúlyozni, hogy látszik, hogy, és ezért fontos a hungarosztadi kutatás, hogy az, hogy hogyan kommunikál az orvos, tehát hogy mit tanítanak meg az orvosnak, az a demográfiai helyzetet is befolyásolja, tehát hogy itt látszik, hogy minden összefügg, hogy nagyon fontos, hogy ezekkel a dolgokkal is tisztában legyünk, hogy ezek nem sima számok, hanem, meg statisztikák, hanem igenis a mindennapi életünk részét képező dolgok, amikre oda tudunk figyelni, és amiért tenni tudunk. Ezért az intézet tanít orvosi kommunikációt, így és van. Ez a reklámhelye. Így van, de ez nagyon fontos, igen, ahogy ezt már évek, nagyon sok ideje tanítja. Ági, rosszul láttam azért, hogy mintha valamit akartál volna mondani. A befolyásoló tényezőkhöz csatlakozva szerettem volna még elmondani, hogy az is látszik, hogy a párkapcsolat jellege mennyire erős befolyásoló tényező a gyermekvállalásban, ugyanis a házasságban élők körében a családbővítés iránti vágy kiemelkedően fontos. Nagyon lényeges az, hogy a házas válaszadóknak a megszületett gyermekei és a további tervezett gyermekeknek az átlaga már 3,1. Azt gondolom, ez óriási eredmény. Köszönjük szépen. Lassan azt hiszem lejár az idő, bár elfelejtettem megnézni, hogy pontosan mikor kezdtük, de ugye 1 óra volt tervezve erre a kerekasztalra. Akkor most azért föltenék még egy olyan körkérdést, hogy, mert ugye itt föl volt írva egy-két téma, amire itt rákérdeztem, de hát nyugodtan lehet, hogy valakinek még a fejében volt valami, akár a már megszületett tanulmányokkal kapcsolatban, akár az egész adatbázissal, vagy az egész hungarosztadi kutatással kapcsolatban. Itt András már meg is fogta a mikrofont, úgyhogy akkor neki adom át először a szót, hogy ezzel kapcsolatban van-e, illetve még amihez, ha esetleg hozzá tudtok szintén ebben a körben szólni, bár ez lehet egy külön kör is, hogy amit itt az előbb próbáltam, hogy ezeket az összefüggéseket, tehát hogyan függ össze, hogyan lesz ez annyira komplex ez a kutatás és az eredménye, hogyan hat a testi egészségre, a lelki egészség,
az ikreknek a meglét, a kommunikáció, hogy ez is egy kicsit úgy tudatos, hogy miért olyan fontos ez, hogy ennyire egységesen különböző szempontokat egységesen egy kérdőívben tudunk megvizsgálni. Bocsánat, én még egy lépéssel visszamennék itt az Áginak a rövid beszámolójához kapcsolódóan. Itt a párkapcsolat és a COVID hatása kapcsán jutott eszembe, hogy itt a Koppmária Intézetben minden hónapban végzünk egy omnibusz felmérést, egy 1000 fős mintán végzett felmérést, nem egy 7000-es mintán végzett Hungarostudit. És itt a pandémia kapcsán mi is vizsgáltuk a párkapcsolatoknak egyik ilyen omnibusz felmérésben a párkapcsolatoknak a minőségét, hogy hogyan változott, és akár a házastársa, a gyermekkel, szülőkkel való kapcsolat. És nagyon hasonló eredményeket kaptunk, viszont itt is volt egy pici eltérés. Ez abból következik, hogy tehát itt a kutatásnak, meg az adatfelvételnek az időpontja és az időszak az nagyon meghatározó. És ezzel csak ezt a módszertani részt akartam picit alátámasztani, illetve azt, hogy hasonló eredményeket kaptunk mi is. Tehát itt, hogy a COVID alatt a párkapcsolatnak a minősége az nem változott nagy részt. Ha változott, akkor inkább pozitív irányba. Tehát csak ezzel akartam még kiegészíteni. Nagyon szépen köszönjük. És akkor visszatérnék ehhez a körkérdésemhez, hogy mi az, amit esetleg még fontosnak tartotok hozzátenni az eddig elhangzottakhoz? Még annyit tennék hozzá, hogy ugye szociológusként, aki egészségszociológiával foglalkozik, és a társadalmi egyenlőtlenségekkel. Ugye az egészségi állapot különbségeiben a társadalmi egyenlőtlenségek megjelennek, de ez fordítva is igaz. Tehát amikor arról beszélünk, hogy javulnak bizonyos egészségi állapotmutatók, akkor feltételezhetően a társadalmi egyenlőtlenség bizonyos mutatói is feltehetően javulnak. Tehát, hogy ez egy nagyon szoros kapcsolat, tehát egy egész rendszer az, amiben itt élünk és dolgozunk. Tehát én azt gondolom, hogy a Hungarostudinak az egyik nagyon fontos sajátossága és lényege, hogy valahogy ezt az egységet tudja képviselni. Tehát, hogy nem csak a makró, meg a mikro gazdasági tényezőket, hanem tényleg azokat a pszichoökonomiai változókat, tényezőket is tudja vizsgálni, és egységében ezt a rendszert tudja áttekinteni. Igen, és hogy ez is mutatja megint csak, hogy nem csak egészségügy, nem csak a lelke, hanem a szociológiai tényezőket is ugyanúgy, és így ezért nem csak egy szakterület, hanem gyakorlatilag minden szakterületen tud muníciót adni egy ilyen kutatás, mint a Hungarostudi kutatás. Én két dolgot is szeretnék a zárókörben mondani röviden. Az egyik az, hogy ezek a felmérések, ahogy itt Susánszky Éva felsorolta ezeknek a történet, több évtizedes történetét, most már tulajdonképpen aranybányák és kincses bányák, hiszen az emberi megismerési vágy az egyrészt tulajdonképpen korlátlan, másrészt meg a valóságban általában korlátos, mert nincs anyag hozzá, nincs lehetőség, és hát Koppmária létrehozta azt a hagyományt, ami most már fönnmaradt azóta, ami nekünk egy lehetőség, hogy megismerjük a valóságnak ezen szegletét, ami a magyar lakosságnak a testi, lelki egészségével, jólétével, pszichoszociális tényezőivel kapcsolatos. Tehát tulajdonképpen ez megalapozza azt, hogy bármilyen döntések szülessenek, bármilyen javaslatokat fogalmazzon meg a tudós társadalom a döntéshozók részére, hiszen megalapozott javaslatokat csak adatokon, csak adatelemzés után lehet elképzelni. Tehát minden, ami ezen kívül van, az mondható az, hogy tudománytalan. Itt egy ilyen 7000-es minta, meg a korábbi több ezeres minták lehetővé teszik azt, hogy megalapozott javaslatokat fogalmazzunk meg adott esetben. Ez az egyik, amit mondani szerettem volna a zárókörben, a másik egy az én témámhoz kapcsolódó, hát apróság, de talán nagy dolog, ugye az egyik, ami befolyásolja a második gyerek vállalási kedvét, a szülés élmény, ezzel kapcsolatban hallhattunk. A másik pedig az alvás élmény, vagy álmatlanság élmény, ami az első gyerek után jön. És hát azt gondolom, hogy jobb lenne, hogyha realisztikus képet, tehát amikor szülő
képzés vagy információ átadás történik fiataloknak, taníthatnánk ezt, hogy a gyerek nem csak járni nem tud még, mikor megszületik, és enni nem tud önállóan, hanem aludni sem, vagy nem úgy, ahogy ezt úgy elképzeljük az alapján, hogy egy baba ágyba édesdeden alszik egy újszülött. Hát ez ugye, hogyha ezt a képet sugalljuk, akkor nagyon nagy a valóság és az ideál közötti szakadék. Tehát közel kell hozni ezt, akkor, amikor informáljuk a szülőség felé tendáló fiatalságot, hogy ne menet közben szembesüljenek azzal, és hát persze jó tanácsokkal fel is kell készítenünk őket erre. Köszönöm szépen, ezzel 100%-ig egyetértek, hogy a túlzottan idealisztikus kép, de ez bármilyen területen igaz, nagyon sok csalódáshoz vezet, a reális is lehet éppen elég jó, és akkor az ember föl van készítve arra, hogy nem, hát a gyerekvállás az nem az alvás idő kibővítését céloz elsősorban. Gyereke válogatja, mert a személyes hangnemmel kértél bennünket. Van olyan gyerek is, akire, és ezt nem tudjuk előre látni, akire öröm vigyázni, mert úgy alszik, de ezt nem mi határozzuk meg. Tehát vannak tőlünk független dolgok is. Igen, ezt pontosan köszönjük szépen. Ági? Kopp Mária ugye szelíd ráhatással hangsúlyozta azt, hogy mennyire fontos, hogy megszülessenek a gyerekek demográfiánk szempontjából, és pontosan így fogalmazott, hogy senkit nem kell rábeszélni a gyermekvállalásra, de a tervezett gyermekek vállalását kell segíteni. És azt gondolom, hogy a hungarosztai eredményeik alapján az a tény, hogy a 20 éves fiatalok terveiben 2 vagy 3 gyermek szerepel, ez demográfiai szempontból mindenképpen optimista jövőt vetít előre. És az látható, hogy a gyermeket tervezők alapoznak a családtámogatási intézkedésekre, vagyis a gyermeket vállalók joggal érezhetik azt, és szintén Kopp Mária szavait veszem kölcsön, hogy minden gyermek megszületése mindannyiunk közös ügye, érdeke és öröme. Köszönjük szépen. Andris, te még... Nem, rendben van. Jelezze bárki, hogyha még valamit hozzá akar tenni, mert én még annyit elmondanék itt a legvégén, amiről azért itt már többször volt szó, de azért fontos azt kihangsúlyozni, és akkor megint visszatérve Kopp Mária személyére, ugye hogy az ő egyik legnagyobb érdeme az volt, hogy ezeket a kutatási eredményeket le tudta fordítani azoknak a nyelvére, akik teljesen más területen dolgoztak, akár a szakpolitikában, akár az átlagos olvasó számára, és ezért ismerték és szerették annyian egyébként. És ez kifejezetten fontos volt, hogy így tudott eljutni a szakpolitikába is. És akkor most egy kicsit vissza kell arra még utalnom, ugye, hogy az itteni, illetve a Hungarosztadiban talált eredmények vezették el Máriát is, hogy aztán létrehozta a Három Királyfi, Három Királylány mozgalmat, illetve hát a népesedés sikerekasztalt, mind a kettőt 2009-ben indította, és hát itt a utóbbi koordinátoraként azért én nekem még mondanom is kell azt, és hát itt bár mint a Kincs tudományos főmunkatársa, természetesen itt a Kincs elnöke felé amúgy is lenne így lojalitásom, de egyébként is el kell mondani, hogy azért a régi dokumentumokban az azért nagyon jól látszik, hogy az első időktől kezdve ugye Fűrész Tünde is részt vett itt a családtámogatási rendszerben ott, hogy ugye a tárgyalások, tehát 2010-től kezdve a népesedési kerekasztal rendszeresen bele hozzá tudta tenni a maga javaslatait, és ugye hát Kopp Mária, ő a nagyon széles körből hozta a partnereket, és hogy ez bekerült a mai családtámogatási rendszerben, azt hiszem ez mindenképpen azt mutatja, hogy ő mennyire jól csinálta ezt az átfordítást, tehát el tudta fogadtatni a szakpolitikusok számára, és érthetővé, kezelhetővé, és konkrét rendelet fordíthatóvá tette, most azt hiszem nem bonyolultam bele túlzottan a mondatba, de én azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon ritka. Tehát a kutatók, tudósok, professzorok között ez nagyon ritka, hogy valaki tényleg ennyire képes legyen ezt így átvinni, és hát ennek köszönhető, hogy most ez az intézet is, amelyik most ezt az újabb hungarosztadi kutatást megszervezte, az ő nevét viseli. Tehát ez minden, ami ide elvezetett, úgyhogy ezért még én szeretném mondani, hogy azért, ugye mondtuk, hogy 7 évente, most 8 év után sikerült, de hát azért
kemény munka ennek a hátterét is összehozni, és ezért köszönjük mindenkinek, aki ezért tett, és aki ebben részt vett, akár a támogatás részéről, akár a kutatás részéről, akár az elemzések részéről, a kérdőívek előkészítésének a részéről. Tehát ez tényleg egy nagyon komoly csapatmunka, és én azt remélem, hogy itt az eredmények ezt alá fogják támasztani, hogy ezzel érdemes volt foglalkozni. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Ami majd születni fog. Igen, igen. Hát... Igen, 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 igen. Akkor azért még arról beszélek, hát ez még pillanatnak terv szintjén van, de hát ugye ami terv szintjén van, az előbb-utóbb, bárhogyan vigyázunk, előbb-utóbb akkor is meg fog valósulni. Tehát a célunk az, hogy az eredményekből egy tanulmánykötet, ugye most többször elhangzott ugye a jelenlegi Kapocs kiadvány, ami az első eredményeket közli, de hogy egy még bővebb tanulmánykötet elkészítését is tervezzük, szeretnénk ezt a reményeink szerint, ez az első fél év vége felé, ez akkor már elérhető lesz, amikor még mélyebb és még szélesebb körű elemzéseket fogunk látni, és hát reméljük, hogy az eredményeket utána még több éven keresztül tudjuk majd ontani, mint a jelenlegi hungarosztadi kutatásból, mint felhasználva a régebbieknek az adatait. Van-e még valami, amit elfelejtettem? Amennyiben nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a részvételt, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és hát remélem, hogy még sokszor tudunk a hungarosztadi kutatásról beszélni. Köszönöm szépen!